Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves barátaim! Rossz hírem van a magyar társadalom számára. Ebben az évben még kétszer fognak emelkedni a gyógyszerárak a júliusi gyógyszeráremelésen kívül, és úgy néz ki, hogy ezrével mehetnek a pedagógusok gátat építeni, vagy éppen stadiont kubikusként. Van két olyan intézkedése a héten a kormánynak, amely megszólalásra kényszerít bennünket. Az látszik, hogy július 1 százával drágulnak a gyógyszerek, és ez a gyógyszerár emelés megint az idős embereket, a betegeket és a fogyatékosokat sújtja. Az elváltozása jelenleg támogatott, mint egy 6000 gyógyszer 10%-át érinti, és hát nagy részüket ugye nem pozitívan. Többek között a gyulladás csökkentőket, a vércukorszint és vérnyomás csökkentőket, antibiotikumokat és a urológiai szereket. Ezáltal emelkedni fognak a betegek térítési díjai. Úgy néz ki, hogy a fogyatékos támogatásból átemelték a referencia ár definíciót. Ez azt jelenti, hogy ha két különböző termék árában eltérés van, akkor az OEF csak az alacsonyabb térítési díjat hajlandó finanszírozni. Nézzük meg a betegségcsoportokat. Nagyon, ahogy említettem, ugye a urológiai betegségek, a vérnyomás csökkentők és a vércukor és a gyulladás csökkentőket érinti. Ezen túlmenően van egy nagyon sajnálatos eh, hír, esemény itt a, a sajtó is foglalkozott már vele. Hónapok óta az OEP nem fogadja be azt a daganatos betegséget, gyógyító gyógyszert, amely minden szakember szerint az egyik leghatékonyabb eh, gyógymód, a tüdőrák elleni küzdelembe. Azt mondja az OEB, azért nem hajlandó befogadni ezt a gyógyszert, mert van helyette más, miközben pontosan tudják azt, hogy ez a gyógyszer sokkal hatékonyabb bárminél. Magyarországon nem csak a magyar gyógyszeripar, hanem az egész világon lévő gyógyszeripar számára sajnos Magyarország megbízhatatlan országá kezd válni. Annál is inkább, mert Magyarországon a legmagasabb az a különadó teher, amelyet a kormány most már második alkalommal módosít, hiszen 12 milliárd forintról 20 milliárd forintra emelték meg a gyógyszeripart sújtó különadó mértékét, és ahogy halljuk, 2011-ben már el akarják törölni a K F beruházásokra, tehát a kutatásfejlesztési beruházásokra adott adókedvezményeket így kérdésessé válik, hogy egyáltalán van-e olyan kutatói csoport, vagy éppen vállalat, amelyik Magyarországon akarja a kutatásait továbbfejleszteni. Nézzük a másik témakört, a közfoglalkoztatás helyzetét. Szeretném megemlíteni, körülbelül egy héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt volt itt egy sajtótájékoztatóm, ahol citáltam különböző jövedelmeket. Bizonyára önök is tudják, hogy a szociológiában a jövedelmet tizedekre szoktuk osztani, és a legalacsonyabb jövedelmi tized, a legalsóbb jövedelmi decilisben 23.200 forint per fő per hónap az az átlagos pénzmennyiség, amiből ezek az emberek kényszerülnek élni. Na most ehhez képest olyan közfoglalkoztatási programot hirdetett meg a kormány, amelyből csak éhen halni lehet, de megélni semmi szín alatt sem. Ezeknek az embereknek nincs választási lehetőségük, ugyanis a szakképzettség alatti munkát is el kell vállalni. Itt jegyzem meg, hogy ez azt jelenti, hogy a kistelepüléseken az iskola bezárása miatt munkanélkülivé vált pedagógusokat is árokásásra, gátépítésre és a Debreceni stadion betonozására szeretnék kirendelni. Ezeknek az embereknek otthonuktól távol kell, hogy éljenek, tömegszálláson kell lakniuk, és nyomorultul keveset kell, hogy keressenek. Na, persze, mindezt biztonságban fogják tenni, hiszen munkafelügyelők fogják őrizni ezeket az embereket. Az a lényeg a kormány szerint, hogy mindenki, aki csak teheti, menjen kifelé a szociális ellátórendszerből. Itt nincs választási lehetőség, csak kényszermunka van. Azoknak is, akik már nem tudnak, még csak akarni sem. Képtelenek felfogni azt, hogy az az ember, aki az elmúlt 20 évben nem fogott lapátot, annak az embernek, akinek nem csörgött az óra reggel 5 órakor, az egyik napról a másikra nem fog tudni stadiont építeni. Illetve csak a Margó széléj jegyzem meg, üljön fel arra a lelátóra Kósa Lajos, amelyet olyan közmunkások betonoznak, akik az elmúlt 20 évben nem láttak betonkeverőt. Ha nincs valaki a szociális ellátórendszerben, akkor nem kell segíteni az államnak, munkát keresni. Nem kell megtanítani munkát szerezni, pedig szeretném figyelmeztetni a kormánytagjait. A munka keresése az egy nagyon kemény munka, és azt meg kell tanulni. Ezt maguktól nem fogják ezek az emberek megtenni. Nem kell szakmához vagy valamilyen képzettséghez jutatni, hogy a nyílt munkaerőpiacon munkát találjon magának. Csak kényszer munka van. Az a lényeg, az a lényeg hogy a sefteseknek jó legyen, a kormány előterjesztéséből tudjuk azt, hogy munkaközvetítők egyébként közvetíthetik ezeket az embereket, nyilván ezen majd ők keresni fognak, és hip-hop azok az emberek, akik egyébként a szociális ellátórendszerben kéne, hogy legyenek, azok rögtön a nyílt munkaerőpiacon találják magukat. Mert ha a szociális ellátórendszerben lennének, akkor példának okáért meg tudnák őket tanítani, munkát keresni. Megtanítanának velük valamilyen olyan, olyan okáért OK és szakmát, amivel a munkaerőpiacon el tudnának helyezkedni. Ezeknek a munkásoknak 32 ezer forint a bére. Mondják meg nekem, hogyha valaki a jászságból elvezénylésre kerül Debrecenbe, Mennyiért fog magának reggelit venni? Mennyiért fog magának ebédet venni? Mennyiért fog magának vacsorát venni? Szappant és törölközőt. És még kell, hogy a családját segítse belőle, a gyerekeit tanítassa, és az otthon maradt munkanélküli feleségét is el kéne, hogy lássa. Ez az összeg, kedves barátaim, ennivalóra sem elég. Azt bizonyára önök tudják, hogy ezek az emberek csak arányos szolgálati időt szereznek hogyha az arányos szolgálati időt veszük figyelembe, mire megöregszenek ezek a nyomorultak, az a nyugdíj semmire se lesz elég, amit ezután kapnak. Mert hogy ezek az emberek egyéni járulékot ugyan fizetnek, és azt fogják észrevenni, hogy elvileg nekik van jó sok ledolgozott idejük, de ez jó kevés szolgálati idő, és ez alacsony nyugdíjra jogosítja őket. Rosszabb a helyzet ott, ahol szegények az önkormányzatok. A szegény önkormányzat a településen közmunkát sem tud szervezni. Márpedig a kormány tervei szerint, aki legalább 30 napos munkaviszony nem tud magának igazolni, az nem jogosult semmilyen szociális transferre, magyarul segélyre sem. Tehát Róka Fogta csuka, az önkormányzat szegény, ezért nem tud közmunkát adni, aki meg nem tudott közmunkába dolgozni, az nem tud felmutatni 30 nap szolgálati időt, ha nincs 30 nap leigazolt ideje, akkor nem jogosult szociális segélybe. Hát, tessenek elgondolkodni gondolkodni rajta. Ez a jövő Magyarországon.